Elfogadhatatlannak tartják a kis és közepes vállalkozók a kormány azon rendeletét, amely magasabb adóterheket ró ki a részmunkaidősöket foglalkoztató vállalatokra. A fekete munka piacának a visszaszorítását célzó intézkedés balul is elsülhet, mondják a szakemberek. A kormány múlt héten fogadta el azt a sürgősségi kormányrendeletet, amelynek értelmében a részmunkaidős munkaszerződés után ezentúl ugyanannyi adót kell fizetni, mint ha az alkalmazott napi 8 órás munkaidőben minimál bérért dolgozna. A jogszabály nagy port kavart a kis és közepes vállalkozások körében. Szerintük ezzel csak azt írja el a kormány, hogy lemondanak a részmunkaidős alkalmazottaikról is. Úgy látják, jogorvoslatra szorul az ügy. Támogatjuk az Alkotmánybíróság közbelépését az ügyben, hiszen ez egy természetellenes módszer arra, hogy az állam adóterhet rójon a munkaadókra. Ugyanakkor ezzel bünteti az alkalmazottakat is, annak ellenére, hogy más módszerek is vannak a fekete munka visszaszorítására. Egy 1450-es bruttó minimálbérrel fizetett alkalmazott után havi 718 lej folyik be az államkasszába, de ezt nem így kell megoldani, mondja a híradónk által megkérdezett gazdasági szakértő. Bakos Levente szerint az intézkedés negatív hatásai a hazai gazdasági mutatókban is meglátszanak majd. Nagyon sok olyan eset van, főleg kisvállalkozások esetén, ahol nincs szükség napi 8 órás munkára. Gondoljunk egy könyvelőre adott esetben, egy weboldalfejlesztőre, vagy egyéb ehhez hasonló munkakörökre. Ezeket ellen, ha megszüntetjük a részmunkaidős lehetőséget, akkor ezeket az embereket valószínűleg nem fogják alkalmazni, vagy fekete fogják alkalmazni, és ennek a következménye tulajdonképpen a fekete gazdaság fellendülése, illetve összességében valószínűleg az állam kincstár kevesebb pénzhez jut, ugyanakkor lehet, hogy megnő a munkanélkülieknek a száma. Részmunkaidőben jelenleg Romániában megközelítőleg 1,1 millió munkavállaló dolgozik.